Hihetetlen kreativitásuk van a tüntetőknek, állapították meg a galéria tulajdonosok, és azok a képzőművészek, akiket érdekel az akcióművészet. Hiszen az elmúlt napokban olyan illusztrációs anyaggal vonultak fel Románia nagyvárosaiban, a BTK sürgősségi kormányrendelettel való módosítása ellen tüntetők, hogy valóban a sok sziporka megérdemli, hogy kiállítsák, megmutassák, foglalkozzanak vele. Több ilyen kezdeményezés indult országszerte. Mi a kolozsvári The Engels Gallery-nek a kezdeményezésére fókuszáltunk, akik a Museum Untre Bare címet viselő kiállításhoz gyűjtenek nyersanyagot. Facebookon gyűjti a romániai tüntetésekkel kapcsolatos tárgyi emlékeket a kolozsvári The Engels Gallery. A hatodik napja tartó kormányellenes tiltakozás hullám során egyre többen vonultak utcára a nagyobb romániai városokban, egyre kreatívabb üzenetekkel és egyre változatosabb kellékekkel. A tüntetés vizuális sokszínűségében besegített a dizájnerek által kezdeményezett Art of Protest weboldal is, és az oldalról származó poszterek sok helyen feltűntek a tömegben. Sokan saját ötletekkel érkeztek az utcára. Ezeket a kezdeményezéseket gyűjti a kolozsvári The Engels Gallery. Az igazságügyi miniszter szállóigévé vált Alte Între Bare kérdésére utalva, amit a tüntetők Florin Jordáki arroganciájának jeleként értelmeztek, és mémek egész sorát építették rá, a kezdeményezés a Museum Între Bare nevet viseli. Az utóbbi évtizedek legnagyobb romániai megmozdulása által felszínre hozott egyedi kreativitás lenyomatait, a tüntetéseken használt táblákat, kosztümöket, egyéb kellékeket, illetve az ezekről készült felvételeket a projekt Facebook vagy Instagram oldalán gyűjtik, illetve ha lehetőség nyílik arra, akkor konkrét tárgyak formájában is. Ahogy a tüntetések kimenetele is nyitott, az is kérdés még, hogy a projekt kiadványban, kiállításban vagy multimédiás installációban fog folytatódni. A Facebook oldalon többen is osztottak meg már fotókat, illetve a kezdeményezők is több táblát, kosztümöt kértek már el készítőiktől, hogy a tüntetések lezárulása után a múzeum gyűjteményébe kerülhessenek. Székely-Sebestyén György művészettörténész galéria tulajdonos a vendégem. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Most szinte redundánsnak tűnik, de mégis meg kell kérdeznem, hogy miért Untre Bare a kiállításnak. Igen, ez annyira egyértelműnek tűnik, ugye, hogy miért Untre Bare. Ez egyszerűen az utca a szlogenekből kiragadott szó, ugye az Untre Bare kérdés, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy a rácsok mögött. Viszont miután ezt a nevet így majdnem, tehát gyakorlatilag is spontánul választottam ennek a kezdeményezésnek a neveként, azután jöttem rá, hogy Museum Untre Bare az megint egy újabb dolog, ami nagyon meghatároz azt, amit csinálunk. Tehát mert gyakorlatilag a kérdés múzeuma is ez. Korrekt. Tehát, hogy egy újabb jelentésréteg adódik. Amikor láttam a vállalkozást, mert mint a fölhívást, hogy megjelent Facebookon, meg nem csak. Az jutott eszembe, hogy a politika esztétizálódása és az esztétikus politizálódás az nem egy új keletű jelenség. Most művészettörténet szempontjából egy ilyen kontextusban hogyan látod elhelyezhetőnek ezt a gesztust, hogy beemelitek egy ilyen térbe ezeket a darabokat? Hát a tér az egyelőre egy mentális tér gyakorlatilag. Mindegy végül is, hogy virtuális vagy nem. Igen. De olyan értelemben virtuális, hogy még nem tudjuk, hogy ez mi ez a gyűjtemény. Tehát ezért mondom, a kérdés múzeuma. Uh-huh. Vagy kérdéses múzeum. Ugyanis reálisan gyűjtjük a tárgyakat, mindezeket a hangszereket például, meg egy csomó plakátot összegyűjtöttünk, elhoztam az első plakátot, ezt az utcán találtam az egyik első este, amikor a kollégákkal egy születésnapon voltunk, és az egyik kolléganő, Fodor Tünde, akinek most is megköszönöm, azt mondta, hogy kellene ezeket gyűjteni, és ez olyan, szóval, hogy legelőször nem is gondoltunk, ugye, hogy ebben valamit kellene csinálni, akkor kimentünk az utcára, és elkezdtük gyűjteni azt, amit az emberek ott hagytak. És miután hazamentem, ezt a polisztirénre felfogott plakátot, feltettem egy szegre a falra,
és rögtön elkezdett dialógusban lépni a falon levő műalkotásokkal. És akkor gondoltam, hogy ez több is lehetne, mint egyszerűen csak egy ilyen archiválás, dokumentálása az eseményeknek. Át lehet emelni az esztétikum zónájába, és ez egy nagy csapda. Tehát ebből a csapdából másnap vagy két napra rá kezdtünk kilépni, ugyanis nem kell annyira beemelni az esztétikum zónájában. Sok ilyen kezdeményezés van, ezeknek a tárgyaknak az archiválása, meg a szlogeneknek az archiválása zajlik, miközben az eseményük maguk is zajlanak. Vannak olyanok, akik kiállításokban gondolkoznak már, és természetesen, amikor ezeket a tárgyakat láttam, vagy az ilyen kisebb, happening-szerű akciókat, akkor bizonyos ilyen kortárs művészeti olvasatok rögtön beugranak. De ezt valahogy úgy érzem, hogy le kell vetközni, el kell kerülni, mert nem erről van szó egyelőre. Akár az akcióművészet fogalmát is? Eléggé, igen, igen. Igen, tehát úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy ne ilyen művészeti paradigmákban gondolkozunk, és ne sajátítsuk ki művészet történet, vagy művészet számára ezeket az eseményeket, vagy ezeket a tárgyakat. Egyszerűen csak én oda próbálom ezt levetkőztetni, és ez most egy banális hasonlat lesz, de ugyanakkor egy nagyon reális. Tehát a szerelemben ugye az ember nagyon örül, izgul és fél is, hogy mi történik, mi lesz ebből, merre megy, de ugye élvezi, megéli azt és vállalja azt, hogy vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mi lesz belőle, de az, ami ebben a pillanatban történik, az jó, tehát folytatom. A tüntetések is ilyenek, minden este kimegyünk, de nem tudjuk, hogy mi lesz. Egyfolytában posztolgatunk a Facebookon, de nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. És ugyanez a múzeummal is, gyűjtjük ezeket a tárgyakat, filmeket, de nem tudjuk, hogy mi lesz belőlük, olyan értelemben se, hogy az összegyűlt kollekciónak nem tudjuk, hogy mi lesz az értelmezése, ugye. Tehát, hogy utólag milyen történelmi jelentősége lesz ennek, milyen más olvasatok fognak rárakódni, vagy esetleg bizonyos dolgok teljesen elvesztik a relevanciájukat. Egyrészt, másrészt pedig, ugye, ami izgalmassá teheti, nem csak ez, de ez különösképpen, hogy több ízben is megfogalmazódott, hogy az érthető, hogy miként gyűl össze a tüntetőknek mondjuk ez a tömege, az is látszik, hogy hogyan próbálják reprezentálni, vagy exponálni egyik vagy másik óhajukat, bár nem áll össze egy történetté. Legalábbis, ha mondjuk a politikai ideológia felől közelítünk, nem látszanak a válaszok, meg a kérdések is csak úgy blurban vannak ebben a nagyon kreatív, hogy nevezzük így, vizuális felületben. És a kreatív már azért is izgalmas, mert ugye ebbe beleúztak azok, akik ebben a szegmensben dolgoznak. Tehát láttam azért ilyen lehetőséget, hogy létrehoztak egy honlapot, ahol különböző grafikusok, művészek, ugye plakát, matricákat készítettek el. Nem? Igen, igen. Számos művész részt vesz ebben. Tehát és akkor azért hogy mégiscsak beúszik valamilyen formában, igen, az esztétikumban a történetben. Mi több láttam is olyan alkotásokat, amelyek úgy hajaznak arra fajta vizualitásra, amit mondjuk az avantgárd meg odahozott annak idején egy másik politikai kontextusban. Igen, én kérdeztem rá, hogy hogyan működik ez a kultúrának a két dimenziója, miként csúszik egymásra. Hát keverednek, nem, mint a nagyon távol lett volna. Tehát, hogy a művészeti eljárásokat ezek az események kisajátítják maguk számára, illetve maguk a művészek, hogy úgy mondjam, ajándékozzák az események számára. Tehát számos művész érzi azt, és megfogalmazta azt, hogy az ilyen események, ezek a spontán események, amelyekben sok a feszültség és az újdonság, amire rögtön válaszokat kell adni, azok új kreativitást igényelnek, újféle művészeti megoldásokat is, újféle vizuális megoldásokat is. Tehát kétségtelen, hogy művészeti szempontból is lehet olvasni ezeket. Nem is azt mondtam, engem is startból ez kezdett el vonzani. Csak egyszerűen azt mondom, hogy nem szeretnék megragadni annál, hogy így olvassuk csak, mert a dolgok még zajlanak. Tehát nem, most a legfontosabb az, hogy ebben a pillanatban
hogyan reagálsz, hogyan nyilvánulsz meg. Ugye, tehát vannak ezek a szlogenek, gegek, mémek, mind amik nagyon gyors reakciót igényelnek. Rettenetesen sok humor van ezekben. A humor gyakorlatilag azt hiszem az a legjobb és a leggyakrabban használt eszköz, és ezeknek a mostani romániai tüntetéseknek az egyik legerősebb jellemvonása például az, hogy Tékucs is itt van, nyolc ritmustár, ugye ott van ez a nagy, vagy nem tudom, hogy mekkora a nagy mustárgyár. Tehát, hogy ilyen dolgokat láttunk a Dadába is, azt lehetne mondani, de nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy az emberek most hogyan reagálnak. És ebben a múzeumban meghirdettem egy listát, hogy milyen jellegű dolgokat gyűjtünk. Tehát, akkor beszélj egy picit erről egyrészt, hogy ugye milyen hordozókon várjátok, igen, vagy próbáljátok begyűjteni. Másrészt, hogy van-e valamiféle platform, ahol be lehet jelentkezni, stb. Tehát egyelőre Facebookon működik az egész, és Facebookon nagyon sok visszajelzést kaptunk. Tehát egy eseményként van meghirdetve az egész gyűjtés. Museo Lentre Bare címen lehet bejelentkezni, és bárki megoszthatja ott azokat a képeket, tartalmakat, amelyeket úgy gondol, hogy kreatív és érdemes megosztani. Sokan direkt megkerestek, közvetlenül megkerestek, hogy én posztoljam az ő képeiket, vagy én válogassak. Megkértem, hogy ne így legyen, hanem ők válogassanak, mert ez az érdekes benne, hogy mások mit találnak érdekesnek, mi az, ami úgy gondolják, hogy ezeket az eseményeket jól kifejezi. Tehát keressünk vizuális anyagokat, analóg anyagokat, hogy úgy mondjam, ezeket a plakátokat, különféle tárgyakat, itt ilyen elég ilyen zajkeltő dolgokra gondolok, mint ez a két polisztiren henger is, amit egy művész adott amúgy, aki egy szobrász, aki a saját szobrászatában sok polisztirennel dolgozik, tehát gondolom, hogy neki kézenfekvő volt ezzel jönni. Mások lábosokat visznek ki. Tegnap volt egy nagyon szép dolog, találkoztam egy visszerelővel, aki egy tűzriasztónak egy részét hozta el, egy ilyen henger formájú valami, azt ütögette, erről készült videó látható az eseményben. És amit még érdekes az, hogy túl ezeken, tehát a tárgyak mellett maguk a történetek. Tehát, hogy ez egy visszerelő volt, nem művész ugye, egy középkorú ember, aki... És elkértem tőle, mert ez így működik a gyűjtés, hogy a tüntetésen oda megyek emberekhez, és számomra a legérdekesebb dolgokat elkérem. És mondta, hogy nem adhatja ide, mert holnap vissza kell vigye a céghez. Tehát aha, a kreativitásnak ilyen, ezek a spontán szép megnyilvánulásai, ezek, amiket gyűjteni szeretnénk. Hát jó kurátori feladat lesz ezt egybe látni. Nyilván, hogy most az ethos-pathos logika felől nézve, akár értelmetlen is lehet a kérdés, de legyen ez az utolsó akkor. Lehet ezt majd így egy összefüggő eseményként kezelni? Lehet a lenyomata ez az anyag, amit most próbáltok? Az igazság az, hogy nem tudjuk a választ. Tehát az én fejemben rengeteg gyönyörű kiállítási terv van, amiket most egyelőre félreteszek. Mert mondom, nem ez a lényeg, hogy kisajátítsuk egy művészeti esemény számára ezeket a tárgyakat, gyűjtsük be, és majd aztán a történetekkel együtt, amiket adnak az adományozók, azokkal együtt majd találjuk ki a jövőben, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Tehát engem alázatra int ez az egész művelet, és résztvevő vagyok. Esténként, miután a tüntetéseknek vége, akkor összegyűjtjük barátokkal az utcáról az ott maradt plakátokat. Tehát ez is fontos, hogy nem nagyon, vagy nem vonunk ki a forgalomból plakátokat, hanem amiket ott hagytak az embereket, azokat már begyűjtjük. És a tegnap a Rosszáltól, kimondottan a szemetes kocsiból szedtem ki egyet. Tehát ez ilyen abszolút recycling, ugye, hogy a szemétből is visszaszerezzük. Jó, akkor nem erőltetem az egésznek a lezárulási lehetőségét, arra kérdezek rá, és akkor ezzel bezártuk, hogy hol lehet ezt követni? A Facebookon.
Egyelőre a Facebookon lehet követni, milyen és ott lehet megosztani. Tehát ezt az eseményt, a Muzeum Entre Bari eseményt a Zengers Gallery kezdeményezte, tehát a Zengers Gallery oldalán is az Entre Bari eseménybe egyaránt lehet posztolni. És várunk az egész országból. Gyönyörű dolgok gyűltek be Alexandriából, Brassóból, Temesvárról, Bulgáriából is küldtek már, most a Székelyföldről nagyon szép ilyen, ez a Zsoszvolán, ugye le a kormánnyal, ez ilyen romániai, magyar-román nyelven írt valami, tehát ilyen dolgoknak nagyon-nagyon örülünk. Jó, hát akkor várjuk a válaszokat majd. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.